Nálam a munkában nem volt barátság, de Fehér Asztalnál én voltam a legnagyobb barát. Én a kollégáimmal szemben nagyon, de nagyon szigorú voltam, soha nem ordibáltam, én mindig mosolyogva szittem le beosztottaimat is, engem a hátam mögött úgy hívtak, hogy mosolygos gyilkos. Sejem Titus 1953. szeptember 21-én látta meg a napvilágos Szekszárdon, egy tízgyermekes, gyermekes szegénységben élő család, második házasságból származó első gyermekeként. Két éves korában az anyai nagyszüleihez került Kakast községbe, itt nőtt fel, itt járt óvodába és általános iskolába is. 1968-ban, miután elvégezte általános iskolai tanulmányait, több helyre is beadta középiskola jelentkezését. Annak ellenére, hogy az összes beadottan intézménybe felvételt nyert, a családja anyagi helyzete miatt nem tudta elkezdeni középiskolai tanulmányait, ezért még abban az évben, teljesen egyedül, 15 évesen felköltözött Budapestre, ahol később aztán elhelyezkedett a Dunacipőgyárban. Fél éve töltött el, aztán egy szülőhelyhez közelebbi, Bonyhádi-Cipőgyárban talált munkát. Ott 1973-ig maradt, amíg be nem sorozták katonának Taszáron, amikor első gyermeke, Solt csupán pár hónapos volt, három éve később pedig megszületett kislánya, Judit is. Tíz évet töltött a Taszári helyőrségben, Eközben végül korábban meghiúsult tanulmányait megkezdte, és be is fejezte a Kaposvári Munkácsi Mihály gimnáziumban, ahol levelező érettségizett le, ezzel párhuzamosan pedig a hivatásos tiszthelyettes iskolát is elvégezte. 1984-ben szerzett diplomát ügyviteli szakon a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán, 1985-ben pedig elkezdett dolgozni a Honvédelmi Minisztérium politikai főcsoport főnökségén. Élete során sokat költözött, összesen öt helyiségben lakott nyolc lakásban, a jelenlegi Harkányi lakás a kilencedik. A politikai főcsoportfőnökségen irodavezető voltam, majd lekerülve a Honvédelmi Minisztériumban, ott először ellenőrzőtiszt voltam, majd lettem osztályvezető helyettes, majd önállósodtunk, akkor lettem irodavezető a főosztályon belül, aztán főosztályvezető helyettes lettem a szakmai karrierem az gyorsan évelt, minden tiszti rendfokozatomat e, sosoron kívül kaptam. Ez azt jelenti, hogy nem kellett kivárnom a várakozási időket. Törzsömestertől őrnagyig tíz év alatt tesz végig futottam. A hadseregben részt vett az öntevékeny művészeti csoport munkájában, amelynek keretein belül a Mezőkövesdi Florkor Fesztiválon fődíjat nyert, így a Néphadsereg művész együttesének szólóénekesévé választották, ami által kétszer is külföldi turnéra mehetett. Egyszer Lengyelországban, egyszer pedig az NDK-ban adtak koncerteket a zenekarral. A hadseregben körülbelül ezer fellépése volt, viszont 1981-ben felhagyott az aktív énekléssel, ugyanis az énekes életformával járó sok időtig élő turnék után döntés elé került, hiszen ráébredt, hogy ezt a pályát csak úgy tudja teljes merszélességgel folytatni, ha sokat van távol családjától, ezért inkább feleségét és két gyermekét választotta, így végül ott hagyta az ívelő zenei karriert. Hát a rendszerváltást a politikai főcsoportfőnökségen éltem meg, meg én olyan helyen dolgoztam, a politikai szervezetnél, a politikai főcsoportfőnökségen, meg az MM párbizottságnál. Mind a két szervezet a politikai munkásoknak volt a gyűjtőhelye, a hadseregnek a politikai tevékenységét onnan irányították. Tehát a rendszerváltáskor legelőször ezeket a szervezeteket szüntették meg. Mivel én nem voltam politikai munkás, nekem a szakmámból adódóan engem áthelyeztek a Honvédelmi Minisztérium titkárságára. A rendszerváltásban közvetlenül úgy vettem részt, hogy a szó, amikor megkedődött a szovjet csapatkivonás, akkor a közigazgatási államtitkár az ügyviteli részről engem nevezett, engem delegált abba a bizottságba, amely részt vett a csapatkivonás fektet elszámolásában. Itt jegyzem meg, hogy a, azt a kitüntetést, amit a rendszerváltáskor kaptam, a csapatkivonás után, az az egyik legkedvesebb elismerés. Mert ezt a Gönc Árpádtól vettem át, ez pedig a kiváló szolgálati érdemrend. Erre azért vagyok büszke, mert ezt általában egy pálya lezárásaként szokták adni, és én ezt megkaptam 38 évesen. Összesen 26 évig dolgozott a Honvédelmi Minisztériumban, végül 2005-ben vonult nyugállományba. Ezt követően a központi levéltárban 8 évet töltött, mint nyugdíjas dolgozó, ahol az iratok visszaminősítésével foglalkozott. A kedvesemmel, feleségemmel 1971 szilveszteri éjszakáján ismerkedtünk meg. Egy három éves kapcsolatnak volt vége, bánatomban egy üveg pesgővel elindultam Kakast hosszú utcáján, és az első ház, ahol szólt a zene, oda bementem és ott láttam meg életem szezerelmét. ült egy hosszú asztalnál, egy társaságban, megláttam, és egyből tudtam, hogy ő lesz az enyém. <laughs> Első látása szerelem volt. Az ismerkedésünk napján éjszaka táncoltunk, kísértem, majd új év randevúztunk a Kakasdi Presszóba, majd hazakísértem, ezek után felgyorsultak az események, és húsvét másnapján, azaz 72. április 3-án eljegyeztem. Nyolc hónap várakozás után történt meg az esküvőnk. Elmondása szerint nagyon büszke arra, hogy 20 évesen volt és már apukának mondhatta magát, 43 évesen pedig már nagypapának, valami 49 éves korára már megszületett minden négy unokája. És az unokáimmal is megélhettem azt, hogy nem is unokaként, meg nagypapaként viselkedtem velük szemben, meg nekem nem unokáim voltak, hanem barátaim, vagy nem is tudom kifejezni. Nagyon jó volt, meg most is jó a köztünk a kapcsolat, érzelmi, minden. Meg az unokáim nekem azért általában mindent elmondanak, mert én velük talán én vagyok a családban a leglazább, meg a legnyitottabb, mert én átéltem fiatalkoromban ugyanazt, mondjuk más módszerekkel, mint ők. Én tudom, mi az, hogy bulizni, csavarogni, ide-oda menni, és én épp ezért őket soha nem gátoltam abból, hogy menjenek. Én mindig mondtam, menjetek, de normális keretek között viselkedjetek. Ahogyan korábban már említette, fiatal korában nem vetette meg a szórakozást. Ugyanakkoriban teljesen más jelentett a bulizás, mint ma, viszont akkor is olykor rafinált módszerekhez kellett folyamodni, néhány mulatság meglátogatása érdekében. Nálunk meg volt a napi rend, hogy reggel négykor ébresztő, istálói munka, állatok etetése, és utána irány a mező. Mivel én nagy bálos voltam, azt csináltam, hogy mikor mentem a bárba este nyolckor, akkor visszahajtottam az órát délután 4-re. És a nagyapám mindig az órától tette függővé a, függővé kelését. Ő felkelt, már ki, ki volt víradva, de az órán még éjjel két óra volt. És engem se keltett fel, tehát tudtam tovább aludni. Én minden bárba ott voltam, a szomszédos településekre is elmentem, ha nem volt busz, gyalog, vagy pedig volt egy haverom, akinek volt egy csepel motora, felültünk rá nyolcan, és azzal a földes úton eresztettük. És bizony volt olyan eset, hogy a földes úton ki kidobott a gödör, beestünk a buzatáblába. A ruhánk elszakadt, de felültünk, és folytattuk tovább a bárba való menetet. Nagy gyerekkori álmom volt, hogy én filmrendező leszek, színész leszek, és gyerekként olyan 10-12 éves voltam, a falubeli gyerekeket összetóboroztam, és írtam ilyen, most azt mondják, szövegkönyvet, de ezt teljesen színpadra vittük, vartunk kokosztümöket, vartunk függönyt, mindent. És volt közönségünk, szedtük a a bepelépő és tudom, hogy annyi, belépő, annyi volt a bevételünk, hogy az előadás után vettünk hat darab gránit kockát, ami a hat darab került 2 forint nem 40 fillérbe. Hiába tölti be idén a 70. életévét, ragaszkodik napi rutinjához, amivel hozzájárul testi egészségéhez. Délelőtt több kilométeres sétát tesz meg, a koradél utáni pihenőjét pedig tornázás követi. A rendszeres napi két órás mozgás mellett igyekszik egészségesen étkezni, valamint harkányba költözésének egyik legfőbb oka, a helyi gyógyfürdő, amelyet előszeretettel is rendszeresen látogat. Viszont szellemi frissességét sem hanyagolja el, amikor csak teheti keresztre egy fényt fejt. Nekem mindig az volt a motiváció az életemben, hogy mindig hátra néztem, hogy honnan indultam. Azt nem tudtam, hova fogok jutni. Én sem gondoltam, hogy idáig el fogok jutni szakmailag. Csak tudtam, hogy többet akarok, mint a szüleim, vagy a te testvéreim. Én mindig többet akartam. És a sors nagyon kegyes volt hozzám, mert annyi lehetőséget tett elém, és én minden lehetőséggel értem. Én munkában nagyon, de nagyon szigorú voltam, nálam a munkában nem volt ba -ba barátság, de fehér asztalnál én voltam a legnagyobb ba -ba barát. Én a kollégáimmal szemben nagyon, de nagyon szigorú voltam, soha nem ordibáltam, én mindig mosolyogva szittem le beosztottaimat is. Engem a hátam mögött úgy hívtak, hogy mosolygos gyilkos. Meg ha ellenőriztem is külföldön, amikor ellenőriztem a nagykövetségeket is, vagy itthon a különböző katonai alakulatokat, én bármilyen problémát kaptam, én mindig az emberi hangon beszéltem mindenkivel, Mindenkinek megadtam a tiszteletet, de elvártam a min minőségi munkát. Na no, nagyon precíz voltam, meg vagyok is, meg ma maximalista. Mondjuk a maximalizmusomat most már elhagytam, de precizitásomat megmaradt.